Intercity halad át a Sóstóhegyi vasútállomáson. Ezt is érinti a 100-as, vagyis a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonal. Talán nem meglepő, hogy ezen utaztak a legtöbben a megyében. A tavalyi év a vasúttársaságokat is hátrányosan érintette. A korlátozások miatt közel sem vonatoztunk annyit, mint egy átlagos évben. Ennek ellenére érdekes adat derül ki az Eurostat friss statisztikájából. Mint a Pénzcentrum cikkében olvasható, a járvány miatti visszaesés a második negyed évben volt igazán érezhető. Ekkor uniós szinten az átlagos vasúti utasok száma legalább a felére csökkent a tagállamok túlnyomó többségében. Erről a mélypontról kellett visszakapaszkodni a nyári hónapokban, hazánk pedig az egyik legjobban teljesítő ország volt a vasúti utasforgalom visszaállításában. Mint a MÁV-tól megtudtuk, míg a járatok száma a járványhelyzet ellenére tavaly szinte változatlan volt, a belföldi jeggyel, illetve bérlettel utazók száma körülbelül 30%-kal maradt el a 2019-es utasszámoktól. Ebben volt egy kiemelkedő tendencia, az a harmadik negyedév volt, a július-augusztus-szeptember időszak, amikor korlátozásmentesen lehetett utazni, illetve erős volt a külföldi utazások bizonytalansága is. Így növekedett a belföldi turizmus, így a harmadik negyedéves utasszám a második negyedévesnek a duplája volt, de így is az előző évhez viszonyítva körülbelül 18%-kal elmaradt. Ebben az időszakban elsősorban a kirándulásokhoz, nyaralásokhoz igénybe vehető vonalak utasforgalma nőtt meg a legnagyobb mértékben. A Balatonra például olyan sokan utaztak vonattal, hogy új rekordok születtek. Ezen kívül még kiemelkedett a harmadik negyed évben a Celdömölki térség, az Eger-Szilvásvárad vasútvonal, a Kecskemét-Szegedi térség, illetve a Vác-Balassagyarmat, illetve az Esztergomi vasútvonal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő vasútvonalakon elmaradt ez a növekedés, tehát ott nem volt tapasztalható ez a kiemelkedés az éves tendenciában. 2020 utolsó és az idei év első hónapjairól még nem jött ki statisztika, de vélhetően a november óta érvényben lévő újabb korlátozások ismét jelentősen visszavetették a vasúti forgalmat.